Ebben a videóban esés technikával kapcsolatos gyakorlatokat láthattok, amit otthon is lehet gyakorolni, és későbbiek során akár az életedet is megmentheti. És miért is fontos megtanulni a helyes esés technikát? Hát ezért! Vagy hogy ne járjál így, esetleg így. Az esés maximum akkor lehet vicces, hogyha puhatalajon történik, vagy hogyha aranyos állatok estek fejre. Minden esés végződik sérülés nélkül, ezért fontos, hogy megtanulj néhány alapgyakorlatot, ami megmenthet minket egy komolyabb sérüléstől. Ez a gyakorlat jól átmozgatja a hátunkat és a hátizmokat, lényeg, hogy ne a gerincünkön, hanem a hátunk két oldalán guruljunk, miközben megcserjük a lábunkat. Következőnél próbáljuk oldalra fordulni, úgyhogy a nagy lábunkkal megérintjük a szőnyeget, miközben a felenket próbáljuk középen tartani. Ezt a gyakorlatot féltérdelésből is lehet indítani, hogy sokkal nagyobb a lendületünk, és könnyebben tudjuk oldalra kirakni a lábunkat, ami később a hátrafelé gugláshoz lesz majd fontos. Illetve egy másik gyakorlatnál a lábunkat próbáljuk felnyomni, mivel a derekunkat erősítjük. Először próbáljuk négy kézlábról indulni, minél biztonságosabban elsátítsuk az esés technikát. Fontos, hogy a vállunkon guruljunk, és minél jobban közelítsük meg a vállunkkal a talajt. Kezünk közé, fejünkkel bebújni, és középen maradni, középen tartani magunkat, hogy a vállunkon, hátulsan a hátunkon guruljunk. Ezután érdemes féltérdről kezdeni, szépen fokozatosan növelni a magasságot, majd utána guggolásból is, itt már figyeljünk, hogy a térdünk ne érje le, hanem tartsuk meg a kezünket, formáljunk egy labdát, és erre nehezkedjünk rá, és vezessük el a súlyt. Majd állásból is próbáljuk meg a gurulást, itt is figyeljünk, hogy minél közelebb kerüljünk a talajhoz, érdemes először az ügyesebbik oldalunkra, ügyesebbik kezünkre gyakorolni, keressük a talajt, keressük a biztonságot. Majd megpróbáljuk kicsit magasabbról indítani a gurulást és a hengert, hiszen nem biztos, hogy mindig teljesen le tudunk süllyeszteni, próbáljuk elvezetni az erőt és a hátunkon átosan gurulni. Egy akadály átugrásakor próbáljuk az akadály túloldalára lehelyezni a kezünket, minél van elvezetni az erőt és behúzni a lábunkat, hogy ne csapódjunk oda. Figyeljünk, hogy ne támaszkodjunk és ne oldalra forduljunk ki, ne essünk a könyökünkre, illetve hogy ne hagyjuk kint nyújtva a lábunkat, hogy jobban a derekunkra fog érkezni. Próbáljuk elvezetni az erőt, minél mélyebbre itt is kerülni és behúzni magunkat. Ha nagyobb az akadály, a lábunkkal kicsit jobban el kell lökni magunkat, hogy teljesen át tudjunk az akadály fölött fordulni, levegőbe átugrani fölötte. Az érkezésnél itt is a vállunkra érkezünk, elvezessük az erőt, és minél jobban összehúzzuk magunkat. Hátrafelé gurulásnál arra figyeljük, hogy mindig arra a vállunkra guruljunk, amelyik lábunk van elől, úgy, hogy a fejünk ne érjen le, és minél jobban oldalra forduljunk. Itt is célszerű először ülésből kezdeni, hogy minél jobban megszerezzük a biztonságérzetet. Figyeljünk arra, hogy használjuk a kezünket, segít az átfordulásban, és ne a térdükre érkezünk, hanem az utcán sokkal keményebb a beton, mint mondjuk a teremben a szőnyeg. Nagyon fontos, hogy húzzuk magunkkal a lábunkat, különben a térdünk oldalra kifordulhat, illetve hogy ne középen próbáljunk átfordulni, hiszen így leérhet a fejünk. Próbáljunk nagy lendülettel minél jobban behúzni magunkat, oldalt fordulni, és a kezünk segíthet a felnyomásban. Később lehet egy kicsit keményebb talajon is gyakorolni, hiszen az elvek ugyanazok. Célszerű a fokozatosság elvét betartani, nem rögtön betonon, hanem először mondjuk parketten gyakorolni, és később akár az utcán is könnyedén tudjuk alkalmazni ezeket a gyakorlatokat.